Ez a fal agyagból és szalmából készült. Akár csak az egész ház. Ivána és Dusán maguk építették. Ez az első telük itt. Egy szalmabála szerintük olyan jól szigetel, mint egy 30 cm-es hungarocell réteg. Ez egy passzív szolárház, aminek köszönhetően 30-50%-kal kevesebb tűzifára van szükség. Most az első téren 5-6 köbméter fát fogyasztunk, míg a városban 10-et. Amikor süt a nap és kint mínusz 5 fok van, a házban 28. Csak akkor gyújtunk be, ha felhős az idő, meg éjszakára. Körülbelül este 10 óráig hagyjuk égni, utána kialszik, mi pedig megyünk aludni. Dusán ír és angol tanít online. Ivánának gyógynövénykészítményei vannak, és gyógynövényekről tanul. A pár 4 évig élt Kínában. A koronavírus járvány idején döntöttek úgy, hogy életmódot váltanak, és a természettel harmóniában, fenntarthatóan akarnak élni. Az áramot napelemmel termeljük. Ez azt jelenti, hogy természetes energiaforrásokat használunk. Gyűjtjük az esővizet, ami a tetőről a tartályokba folyik. A földről pedig egy vájú gyűjti össze az esőt, és folyatja bele egy csatornába. Ezt a vizet használjuk a gyümölcsfák passzív öntözésére, melyeket a csatorna mellé ültettünk. Krisztina Klajics építészmérnök. Szakterülete az ilyen hagyományos házak építése. Sok ügyfelének segít természetes anyagokból építkezni és régi házakat felújítani. Itt éppen a vakolatot ellenőrzi egy tavaly ősszel elkészült házon. Ma az ilyet ökoháznak hívjuk, de régen a házak mindig természetes anyagokból épültek. Az emberek pontosan tudták, hogyan kell úgy megcsinálni, hogy a lehető leghatékonyabb legyen az energiafelhasználás. Egy ház, ha természetes anyagokból készül, jól lélegzik és tartós. A rendszeres karbantartás mégis fontos, magyarázza az építész. Szerinte Ivána és Dusán háza szakszerűen épült. A házaspár nagyon büszke rá. Nem bántuk meg. Sőt, ahogy telik az idő, egyre inkább meg vagyunk győződve róla, hogy jól döntöttünk. Abszolút elégedettek vagyunk mindennel, amit csináltunk. Gyönyörű a kilátás a galériáról, ahol alszunk. Amikor reggel felébredek és kinézek az ablakon, sokszor látok szarvasokat. Ilyenkor mindig azt gondolom magamban, hogy milyen jó érzés itt lenni, még akkor is, ha most tél van. Ez az első tél, amikor nem érzem magam depressziósnak. Ivána és Dusán háza még nincs kész, még rengeteg munka vár rájuk, de minden egyes felkent agyagréteggel a falon egy kicsit közelebb kerülnek az álmuk megvalósításához.